Délelőtt 10 óra előtt nem sokkal landolt tehát Ferenc pápa gépe a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. Nem csak az állami és egyházi vezetők fogadták a szentatyát, hanem 100 gyermek is várta, akik közül 2 kenyeret és sót adtak neki. A pápa tért problémái ellenére nem használta a kerekesszéket, a repteret pedig egy kis Fiat 500-as autóval hagyta el. Ferenc pápa már fél órával az indulás előtt megérkezett Rómába a Fiumicino repülőtérre. Ott várta az olasz légitársaság új, azurkék színű környezetbarát Airbusza és 9 fős legénysége. Kiszállt az autóból és jelezte, tért problémái ellenére nincs szüksége kerekesszékre. Majd odament a delegáció tagjaihoz és egyesével köszöntötte őket. Több mint 100-an kísérik, köztük 70 újságíró. Egy speciális lift vitte fel a repülőre, amely nem sokkal később, pontban 8 óra 21 perckor elindult Budapestre. Ezzel elkezdődött Ferenc pápa 41. apostoli útja. A katolikus egyház főgépe néhány perccel 10 óra előtt landolt a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, ahol már sokan várták. Ferenc pápa nem a lépcsőn, hanem a másik oldalon szállt le a repülőről, itt is egy emelőszerkezet segítségével. Majd néhány másodperc múlva előlépett, a kerekes széket most sem használta. Taps és üdvrivalgás fogadta. A szentatyát elsőként Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes köszöntötte, majd 2 népviseletbe öltözött gyermek friss kenyeret és sót adott át, ezzel kívánva jó szerencsét és egészséget a szentatyának. Ahogy tovább haladt, több mint 100 fiatal várta, kezükben magyar és vatikáni zászlókkal. Ferenc pápa végig mosolygott és integetett. Közben előállt az autója, egy fehér színű Fiat 500-as, ezzel közlekedik majd Magyarországon. Innen először a reptéri váróba ment, ahol a katolikus egyházfő elsőként Semjén Zsolttal egy 20 perces, 4 szem közti beszélgetést folytatott. Erről egy fotót is közzétett a Vatikán Twitter oldalán. Továbbá beszámoltak Ferenc pápa útjáról is, látszik, hogy a repülőn beszélt az újságírókhoz. Ferenc pápa érkezésekor jelen volt a külgazdasági és külügyminiszter is. Szijjártó Péter azt mondta, minden magyar ember számára hatalmas megtiszteltetés, hogy ismét hazánkba látogatott a szentatya. Nagyon ritkán fordul elő az, hogy ilyen rövid időn belül 2 is ellátogat a szentatya egy országban. Azt hiszem, hogy ez egy világos jelzés arra nézvést, hogy milyen megbecsültsége van a katolikus keresztény világban annak, hogy mi egy 1000 éves keresztény államisággal rendelkező nemzet vagyunk. A szentatya nagyon jó helyre jön. Ma Európában mi vagyunk az egyetlen ország, amely keresztény értékekre építi a jelenét és a jövőjét is. Erről már Kozma Imre beszélt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója hangsúlyozta, a pápa itt olyan értékekkel találkozhat, amelyeket még Szent István királyunk rögzített. Hozzátette, a pápa üzenetet hozhat a béke jegyében, mert a háborúra nem lehet építeni a jövőt. Béke nélkül nem lehet élni, a háború az életellenes. Tehát ő hozza csak ide nekünk a béke üzenetét. Egyébként mi vagyunk ebben is az egyetlenek, hogy nem lépünk bele ebbe a veszekedésbe, ebbe a verekedésbe, mert tudjuk azt, hogy ez a halálba vezet, ugyanakkor minden bajban lévő embernek nem csak a kapunkat nyitjuk ki, hanem a kezünket is, a karjainkat is, és a szívünkbe is befogadjuk őket. Ferenc pápa a reptérről konvojjal indult a Sándor palotához, ahol katonai tiszteletadással fogadták. A szentatya Novák Katalin köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott.